1950 és 1953 között mintegy 10 000 ártatlan embert hurcoltak családostól a Hortobágyon létesített, szigorú rendőri őrizet alatt tartott kényszermunkatáborokba. Az ország minden részéről. Persze a demokratikus fejlődés érdekében és nevében. A cél tehát az ország megfélemlítése volt. A 12 munkatábor létét, történetét a hivatalos történettudomány agyon hallgatja. Ők tudják miért. A hihetetlen szenvedésekről ezúttal csak annyit, hogy a csikorgó hortobágyi télben szerszámok és ruhák nélkül az elhurcoltak maguk gondoskodtak a fedél kialakításáról is. Néhány hete az október 23-ai ünnepünk keretében egy szerény táblát avattak a templomkertben az emlékezők. Dr. Kenyeres Imre a túlélők, a szemtanúk, vagy más aspektusból nézve a terror áldozatainak egyike, a hortobágyi kényszer munkatáborokba elhurcoltak egyesületének tagja december 3-án a MAG előadás sorozat keretében emlékezett. Kenyeres Imre még most, több mint 50 év elmúltával is nehezen beszél a történtekről, az átélt borzalmakról. Ma ide emléktáblát jöttünk avatni. Tesszük ezt azért, hogy fejet hajtsunk a terror áldozatai emléke előtt. A száraz tények. Rákosi Mátyás és a kommunisták 1948-49-ben csalással megszerezték a hatalmat. Rákosi, mint Sztálin legjobb tanítványa, szovjet mintára kezdte megszervezni az ország életét. Államosítás, erőltetett iparosítás, TS szervezés. A vált eredmények elmaradtak, az életszínvonal csökkent, a társadalmi feszültségek növekedtek. A hortobágyi munkatáborokat Balmazi városon is szinte látótávolságban lehetett látni. Mit üzenet nekünk ezek a munkatáborok? 2008-at írunk. Azóta már kis túlzással egy nemzetig felnőtt azóta, vagy talán több is. Tulajdonképpen azt üzeni, és a jelenlegi tevékenysége a hortobágyi kényszermunkatáborba hurcoltak egyesülete is arra irányul, hogy történelmünknek az agyon hallgatott eseményei gyakorlatilag kerüljenek felszínre, és kerüljenek bele, kerüljenek arra a helyre, ahova tulajdonképpen valók, mert a hortobágyi kényszermunkatáborok kialakulása 1950 és 53-ban nem minden előzmények nélkül volt. Tehát önmagában valami azért nem történik, hogy legyen. Előzmények között talán elmondhatjuk azt, hogy Rákosiék a magyar társadalmat, miután uralmomra jutottak, szovjet gulág mintára akarták megszervezni. Ennek megfelelően történt aztán a hatalom megszerzése. A hatalom megszerzése pedig azzal kezdődött, hogy harc a reakciósok ellen. Ki a reakciós? Hát aki a kommunistáknak az ellensége. És ki a kommunistáknak az ellensége? Hát a reakciósok. Ezzel aztán a kör szépen bezárult, mert ebbe a reakciós fogalomba mindenki belefért, aki az általuk elképzelt államosítással minden függőségbe kerülő emberekből a civil kurázsit kiölte. Civil kurázs az önálló gondolkozás, az önálló lét, a függetlenség. Márpedig ilyen volt azt hiszem a magyar értelmiség, meg a magyar parasztati társadalomnak az a rétege, akire a kulák biogott. Hány embert érintett ez a megmaradt papír, meg gondolom nem sok papír maradt meg, nem sok okmány. Hányan voltak körülbelül rövidebb, hosszabb ideig vendégei ennek a mondjuk úgy gulágnak? Hát ami biztos, az 1953. június 5-én a Nagy Imre által hirdetett amnestia rendeletben felszabadított táborok lakói, akik kaptak elbocsájtó parancsot. Ez Nagy Imre első korszaka volt, ugye? Igen, első korszaka. Kaptak olyan felszabadító levelet, vagy elbocsájtó levelet, ez 7248 ember jelenlegi tudomásunk szerint, de egyes becslések szerint a 12 táborban ez összesen olyan 10 000 embert érintett, mert
300 körül vagy több volt a haláleset, és bizonyos időszakokban 6 éven aluli gyerekeket hazaeresztették. Tehát haza lehetett menni olyan családtaghoz, aki a akkori fogalmazás szerint a szocialista nevelés feltételeit biztosította a gyereknek. Ezeket igazából ma már nem is nagyon értjük, ezeket a fogalmakat, viszont azért az elgondolkodható, hogy nagyon-nagyon-nagyon széles rétegeket vittek oda. Ugye ott voltak egyszerű grófok, nemesek, és hithű kommunisták is. Volt hithű kommunista, volt gulágot megjárt hadifogoly, volt Auschwitzot megjárt zsidó, grófok, bárók, nagyon sok katonatiszt volt, még olyan katonatiszt is volt, aki 1945 után átigazolt a néphadseregbe, és egyszer csak Hortobágyon találta magát családostul. Végül is ennek az egésznek a félelemkeltés volt, mert végül is ugye 1950-re kiépült a proletár diktatúra, vagy a pártállam, ennek eleve létének a lényege, hogy valami ellenséget mindig keresen. Ez akkor adva lett, mert a kommunista pártok tájékoztatási iroda 1949-ben a harmadik világháborút elkerülhetetlennek ítélte, és Jugoszláviát pedig ellenségnek minősítette. Ez gyakorlatilag a külső ellenség ellen való harc. A belső meg ugye már megfogalmaztuk a reakciósok. Nagyon érdekes ez az egész beszélgetés, és hirtelen fantasztikus dolgok jutnak itt eszembe. Nem is nagyon merem őket mondani, de azért néhány dolgot, azért csak-csak mégis. Ugye Veres Péter művelődési központban vagyunk, Veres Péter szülőhazájában, szülővárosában vagyunk, és az a történelmi kor, amit most visszaidézünk ezzel a mai előadással, az alig 6-8 évvel van a szálasi rémuralom, tehát egy rettenetesen véres terror után, amikor ugye deportáltak, 2 hét alatt 400 ezer zsidót össze tudtak szedni, és deportáltak, szépen elvittek vonatokra. Ugye azt nem gulágnak hívtuk, azt lágernek, koncentrációs tábornak. Ez végig csak-csak valami hasonló volt, és alig 6-8 évvel ezelőtt a keserű történelmi tapasztalat után. Veres Péter szülőhazájától 6-8 kilométerre, ezt mai észre föl se lehetett fogni. Az újvárosi emberek hogy tudták ezt feldolgozni? Én talán ott kezdeném, hogy 1948-ban Sztálin levelet írt Rákosinak a Magyar Mezőgazdaság kolhozzá történő átalakítására. És azután Rákosi Kecskeméten meghirdette a TSZ-nek a szervezését, sőt tovább fogalmazott, hogy a TSZ szervezés addig nem megy, míg a kulákok élnek, vannak. Tehát ezeket meg kell szüntetni, és szovjet mintára kulák falvak kialakítását. Na de hol legyen a kulák falu? Hát Péter Gábor fogalmazott úgy, hogy ő tud Magyarországon olyan területet, ahol még a madár se jár keresztül. Na valószínű így került Hortobágy a központba, és így alakították ki környékén. Nagyon csendve, nagyon fegyelmezetten, nagyon szervezetten, éjszaka körbefogták a falut, be lehetett menni, ki nem, felpakolták azt, akit el kellett, vagy el akartak hozni, és akkor gyakorlatilag a falu csak másnap értesült róla, hogy hát bizony ezeket azokat elvitték. Tehát szervezetten, nagy fegyelemmel és csendbe csinálták. Ezt jól megszervezte az ÁVO sajnos.